Jó reggelt kívánok mindenkinek, tiszteltel köszöntök mindenkit, amelyik rendkívül képviselőtest közülésen. A képviselői közül jelen van a szóval, egyébként is megállapítanak a képviselőtestének hatásra a képviselőtestnek. Ma a küldött meghívó alapján tárgyalánk a napirendeket. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendekhez van-e valakinek kérdésrész. Szeretném megkérdezni, hogy akkor van 10 megjelenítés, akkor mély rendkívül jelenítünk. Azért, mert a rendes testületi ülés az június 27-ére van tervezve, és hogyha közte van testületi ülés, az mindig rendkívül testületi ülésnek kell lenni. Akkor van egyedek? Nincs. Na, én egyedeken kívül azért szeretnék valamit mondani a testületi ülés végén. Köszönöm. Aki a kiküldött napirendet elfogadja, kérem közbetartásra szavazzon. 9 szavazattal a képviselőtestet elfogadta az előterítés. Első napirend személyszállítás, eddig csökkentés, módosítás. Biztos módosítva mindenki a magyar kormányban megjelent a kormánynak a rezsidi csökkentésre szóló törvény módosítása. Csak nagyon röviden foglalnám össze, van egy képet maga a törvényben, hogy hogyan kell kiszámítani. Lényegében a 2012. április 14-i napján alkalmazott díj plusz 4,2% mínusz 10%, tehát illetve ennek a 90%-a lehet a díj. Én úgy gondolom, hogy erre olyan túl sokat fölösleges beszélni, a hatását azért hagy mondjam el, tehát a lerakási járulék, illetve a rezsicsökkentés az önkormányzatunkat 10 millió forinttal érinti, tehát most jelen pillanatban a lakosságtól beszedett díj nem fedezi a szállítás és átalmatlanítás költségét. Bízunk benne, hogy jövőre vagy kompenzáció formájában, vagy pedig az új hulladék törvény alapján, hogyha működünk, akkor nem lesz ekkora teher az önkormányzaton. Kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van valami kérdése. Tehát a díjcsökkentés július 1-től lesz érvényben. A törvény egyértelműen leírja azt is, hogy mit kell tennünk, lakosokat írásos formában értesíteni kell, illetve a számok kibocsájtásnak olyannak kell lenni, ami látható a rezsidíjnak a csökkenése. Van-e kérdés ezzel a napirendszer kapcsolatban? Hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy a rendelet módosítást támogatják-e, hogyha igen, kérem készletartásra szavazzanak. 9 igen szavazottal a képviselőt kapcsolatot támogatta a rendelet módosítást. Következő, második napirendi pont, a szociális étkezés kistérségi szinten való ellátása. Röviden, hogy egy összegben mondaná, hogy a tényleg az előzményeket, hogy megkodjéntan erre szükségét köszön. Tisztelt képviselő testület, én nagyon sok mindent nem mondanék, hiszen az elmúlt testületi ülésen elmondtuk, hogy ellenőrzést kaptunk, a szociális érkeztetés is egy személyes alapszolgáltatás, aminek nagyon komoly adminisztrációja van, szakképesítés megvétét írnák el a program. Elkészült ugyan a szakmai program, de az előző testületi ülés óta felvettük a kapcsolatot ismételten a kistérséggel. Most úgy tűnik, hogy reális esélye van annak, hogy a kistérségi feladatellátásba ez is bekerüljön. Ott szakemberek vannak, a részleteket az elvi döntések után fogjuk ki dolgozni, de nem kizárt, hogy a kistérség is a helyi konyhán keresztül látja el a szociális étkezést. Tehát, hogy szerződést kötnek majd a helyi konyhával, de ez még nem 100%-os. Én azt gondolom, hogy nem csak a anyagi apon, de a konyháról most kimenni valakit egy 15 hónapos képzés miatt, heti 2 napba, nem igazán szerencsés, hiszen tulajdonképpen nem a konyhai dolgozó. Így van, tehát röviden, vagy egy másfél éves tanfolyam kellene, és akkor is csak egy fő lenne, aki ezt el tudná látni. És tehát egy kicsit ez ilyen rókafogja a csukatban, mert 14-15 főhöz kellene föllennünk egy főt. Tehát
Én talán annyit, hogy én azt gondolom, hogy ha már kis térségi feladat ellátás van a családsegítés és a szociális területen, ez valami miatt kimaradt annak idején, ahogy érdeklődtem, azért már, hogy a szociális érkeztetést korábban is minden település más és más módon oldottam, meg most úgy tűnik, hogy mindenkit újra megkeresnek, tehát elképzelhető, hogy nem csak mi leszünk azok, akik a kis térségen keresztül látják majd el az érkeztetést is, pontosan azért, mert hogy ilyen szigorú szakmai követelmények vannak. Előterjesztéssel kapcsolatban vannak valamilyen kérdések, tehát nyilvánvalóan a következő lépés, hogy kis térségnél bevisszük napirendre, kérjük ezt, hogy ezt végezz el. Alsó mindenki nehetők adnak egy átmód, csinálnak egy átalkulációt, hogy ez mennyire kerül, és akkor utána, ha minden jó megy, akkor ők fogják megmagyarítani. De az lehetséges akkor, hogy a konyhán továbbra is ebben közreműködjön, ha jól hallottam, magyarul csak ők a szakmai felületét adnak is térség. Így van, hát effektíven a konyhában mit elvernék a látást? Elve nem kizárt, de miután ugye ők is működési engedély alapján dolgoznak, és van élő szerződésük, tehát én erre azért 100%-os garanciát most nem tudok adni, hiszen az innentől fogva nem feltétlenül rajtunk múlik, akár még az is elképzelhető, hogy választhatnak az öregek. De ez egy elvi lehetőségek, tehát ezt az elkövetkező hármónak dönti el, hogy milyen úton. Természetes, hogy mi azt fogjuk képviselni, hogy a lehető legkevesebb változás legyen. Itt van, és azt fogjuk kérni, hogyha a lehetőség van rá, hogy rekomendálásra. Köszönöm, köszönöm a utolsó mondat, hogy én ezt tartozkodunk el vele. Természetesen sem képviselő úr. Megértettem teljesen nyilvánosan, hogy a másik variáció volt az lenne, hogy a konyháról beiskolázzák valakit. Így van. És miért nem ezt az utat választ? Azért, mert másfél év maga az iskola. Igen. Ugye heti két alkalommal, és hogyha ez a fő, mondjuk, talán tőlünk, akkor ugyanúgy nincs megoldva. Elnézést, itt azért nem az elképesítés a probléma. Az csak az egyik. Tehát laikusként ugye mindenkinek az jön le, hogy itt van X ember, akinek ebédet főz a konyha. De mondom, ez szociális alapszolgáltatás és olyan adminisztrációs nyilvántartási kötelezettsége van, amit a konyhának el is kéne látnia. Tehát nem csak, hogy be kéne iskolázni egy főt, hanem nagy valószínűséggel föl is kéne venni egy főt, aki ezt az adminisztrációt ellátja. És még akkor sem biztos, hogy a kormányhivatal megfelelően kitéri ezt a szakmai munkát. De ennek ellenére a konyhán lesz a főzés a szociális munka. Nem tudjuk ezt, mi próbáljuk elérni. Tehát nyilvánvalóan, ha átadjuk a szociális étkezést a gyár kis térségnek, hogy ő fogja ellátni, akkor ő dönti el, azt fogja képviselni, kérni, hogy alsó némedi konyha állítsát. Nem biztos, hogy elő tudja állítani, mert benne van, hogyha például valakinek diabéteses ebédet kell készíteni, tehát az orvos írja, akkor azt kell a szociális konyhán neki főzni. Tehát az egyébként is főznek. Jó. Akkor lisztjelzéken is. Én javasolnám inkább a beliskolázást. Jó, csak ebben nem mondjuk meg a problémát. Egy éve vagyunk kapcsolatban a kormányhivataldal. Azóta faladékot kérek és próbálok magyarázatokat adni, hogy miért nem produkáljuk a helyzetet. Tehát most akit én beiskolázok, annak másfél év múlva lesz végzettsége. De most abban a pillanatban, hogy a beiskolázás megtörtént, ezt már elláthatja ezt a feladatot? Elláthatná, igen, ha értene hozzá, de már elnézést az a konyhalány, vagy az a szakásnő, aki most kezdi el a szociális ápolói szakot, nem feltétlenül tudja a szociális alapszolgáltatás szerinti szakmai feladatot ellátni, mert nem ezt tanulta, hanem biztos jól főz, de nem szociális munkás. Némedi képviselő. Lehet, hogy őgyvözelnek ezt a kérdést. Van egyáltalán jelentkezők, hogy hányan közül, aki azt mondja, hogy elvégezni ezt az iskolát, hogy készült ilyen felmérés? Nem készült ilyen felmérés. Mert a törvényi feltételeknek sokkal jobban megfelelünk, hogyha a kis térség, ahol erre van, tehát erre van szakosodva, ezt látja el. Még egy kérdésem van, hány adatvételt érint ez? Változott 14-17 között.
Hát akkor nem is. Nem az a problémát, az a problémát, hogy a problémát is megvalósítani, hogy a kisgyeségi rosszakaját ugyanakkor olyan megfőznek. Mert jelen pillanatban két tiszteletdíjas fordja ki az ebédet. Ez a része sincsen rendben. Ezt is kifogásolták, hogy ez a két tiszteletdíjas sokszor ugye a földekről bejöve, munka után piszkos ruhában mennek be a konyhára, az ebédért, az ebédkihordók összevesztek, most ebbe hagyd ne menjek bele, hogy még bírósági ügy is van most két fél között, nem feltétlenül a munka kapcsán, de valamilyen szinten összefüggésbe ezzel. Tehát ezek a dolgok is megoldódnának, mert az ebéd kiszállítást is a kistérség oldaná meg. Tehát mindenféleképpen hozzá kell nyúlni a területhez. Továbbra is azt szeretném kérni, ez a képviselőtestület egyszer már döntött, illetőleg nem egyszer, hanem korábban, hogy társulás útján látja el a szociális alapszolgáltatásokat, jóléti pontosan azért, mert a kistérségi szinten szakmailag sokkal inkább el tudják látni ezt a feladatot. Egyedül a szociális étkeztetés maradt ki, akkor is csak azért, amennyire én tudom a kistérség intézményvezetőtől és a korábbi kollégámtól, hogy teljesen más feltételek voltak a településeken, de most mindenhonnan hasonló igények merülnek föl, pontosan azért, mert a kormányhivatal célirányosan ellenőrzi a szociális étkeztetést. És itt el kell felejteni a főzést, itt nem a főzésről van szó, és nem arról, hogy megkapja ez a 18 ember az ebédet. Illetve még egyetlen egy kiegészítés, a konyhánk 6 hétre bezárt, tehát a 6 hét alatt akkor továbbra sem is megoldva a problémát. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a kiküldött határozati javaslatot, hogyha igen, kérem visszatartásra szavazzanak. 7 igen, nem, 1 nem, tartózkodás. Rezső? Én igen, nem szavazom. Jó, bocsánat, akkor 8 igen, tartózkodás. Nem látom. Tehát 8 igen, és 1 nem. A napi rendelkező kártyaképviselő szervezés meghosszabbítása kérdezne ezzel a fegyelmi bizottság elnökségét. A napi rendet? Nem, 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 köszönöm szépen, előterjesztésre kapcsolatban van-e valakinek kérdése? És szerintem hozzászólás. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy napirendhez kiküldött határozati javaslatot elfogadja-e, hogyha igen, kérem kézzeltartásra szavazzon. 90-en a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Negyedik napi rendiskola PLC bérleti díjának szakértői véleménye, bérleti díj igény meghatározása. Előzményekről nem mondanák, vagy nem ismételném el újra. A lényeg az, hogy a műszaki igazságügyi szakértői testületet kértük fel. Ugye a képviselőtestület felhatalmazás alapján a szakvélemény elkészítésére. Tehát én úgy azt kértem a szakértői testületről, tehát azt se tudták, hogy most mennyi nekünk a bérleti díj, mi mennyit fizetünk. Én azt kértem, hogy ez a szakértői vélemény ez megtámadhatatlan legyen, tehát a későbbiekben ez teljesen meg tudja állni a helyét. Ennek, tehát maga a előző szakértői véleményt, amit a PIK készített, azt természetesen ugyanúgy megkapták. Egyrészt elkészítették az új szakértői véleményt, valamint véleményezték ugye a teljes az előző szakértői vagy előző szakértő munkájának a véleményezése. Ennek alapján ők ugye 5,4 millió forint per hó bérleti díjat
tartanak reálisan. Én nekem az a javaslatom, a képviselőtök felé, hogy a klik felé ugyanazt az időt nyújtsuk be, tehát ezt a 4.914.000 forintot, amit most, vagy bocsánat, házban is, bocsánat, 3.914.000 forintot, amit most is az állam, vagy az Abéva Kft-nek fizet az önkormányzat. Az indokaim természetesen, hogyha szükséges, azt is elmondom, tehát azért itt nem arról szól, hogy tehát nehogy tényleg abban hibán esünk, hogy mondjuk azt mondják, akkor a Somogyi Mezőről megpróbálják a felső tagozatot. Tehát egy reális bérleti díjat próbáljunk elérni. Erre kérem a képviselőtestületnek a támogatását, illetve először a véleményét. Én nekem ezzel kapcsolatban egyetlen egy problémám van, hogy ön képviselő nem tudja a rendelkezésre álló pénzt, hogy hova, mire költsük el, de ugyanakkor ennek a megteremtésében megmutatom, hogy nagyon erős gátokat próbál. Nem, én ezt azért mondom, amit a múltkor is elmondtam, hogy lehet, hogy még meg is fogják ítélni ezt az összeget. Ez nem egy kérdés, ez egyesség kérdés. A Némedi emiatt az ügy miatt bizony szálka lesz a szemébe annak a fórumnak, amelyik döntéshozó helyzetre lesz nagyon sok iskolát érintő és települést érintő dologban, és nem biztos, hogy politikus ez. Tehát egyedül ezért gondolom azt, hogy át kéne gondolni ezt így. Képviselő. Mert nem fog megállni, én úgy érzem ez a szakértői véleménye. Képviselő, mi bent voltunk a jegyzőasszonnyal, már két alkalommal Dr. Pintér Erikánál, a klubnek a vezetőjének. Hát ők is elismerték, hogy jogosan kérjük ezt az összeget, nem ezt, hanem bérleti díjat. Itt az összeg meghatározásáról volt először, illetve az lett letisztázva, ők állapították meg, hogy igazsági szakértő vélemény alapján, amit ő kihoz, az a reális bérleti díj. Én ennek nem látok semmi veszélyét. Nem hiszem el, hogy emiatt, egy jogos kérésük miatt politikai büntetésbe fognánk kerülni. Én ezt kizártam. Nagyon igaz a polgármester volt. Nem is olyan volt a tárgyalásnak a szellemese, meg nem is olyan a Blitnek a hozzáállása. A Blit ismerte, hogy az jogos ez a kérésünk. Ő, ugye mi először kértük a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy kerüljünk be a tanulságkonszolidációba, ott közösen azt, tehát a Dr. Pintér Erikának asszonya arra az álláspontra jutottunk, hogy ők is megpróbálják ezt a vonalat támogatni, mert akkor természetesen nem lenne bérleti igényünk, hanem akkor visszatérünk a tárgyalásra. Ugye mi beadtuk még előtte a minisztériumnak ezt a kérvényt, ők másik oldalról, politikai oldalról megtámogatták. A Nemzetgazdasági Minisztérium is azt mondta, hogy erre nincs mód a konszolidációra, hanem erre a mód. A törvény egyértelműen leírja, hogy ilyen esetben mit tehet, aki nem kell tesz, vagy mit kötelező, hanem mit tehet. Az, hogy beléphet bérlőként a önkormányzat helyébe. Én nem látom ennek egyáltalán veszélyét, amit képviselő mondasz. És azért egy dologgal legyünk tisztában. Ennek az épületnek mondjuk 20-30 éven belül minimum 6-7-800 millió forintot el kell költeni. Tehát ezt valami idővel el kell teremteni. Képészetet fel kell újítani, a berendezéseket fel kell újítani, meg majd az épületen is kezdődnek a 20-25 év múlva a felújítások. Ugye egy épületnek most jelen pillanatban 20 éves a nagyfelújítási periódusa. Józan képviselő. A polgármester urat megerősítve én is
is úgy gondolom, Géza, hogy ezt nem szabad akarodni ingyenesen, és abban is biztos vagyunk, hogy ebből nem lesz szerintem politikai feszültségünk, és amire te gondolsz, hogy valamitől elesett majd hosszú távon a Sonyi, így sem fizet a Ligmillát, amik olyan karbantartások, ilyen apró dolgok, amit a Tamás, tehát az önkormányzat a Tamáson keresztül, mint a Bivak Kft. Keresztül fizetés karbantart. Tehát nem egy olyan, hogy mind olyan. Hát jó, mind egy javítás. Ami olyan, az mindig, ami arra részt esik. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Géza. Még egyetlen mondom, szerintem általában a személyes támadásnak érzi sokszor, mikor ezt megjegyzem. Szóval itt az Ambivo Kft. Megléte és bevonása ebbe az egészbe, ez okozhat jogi procedúrát, és ez köti meg mondjuk a kezét a felső szerveknek. Hát mindegy, hagyjuk ezt, de nekem van egy ilyen érzésem, hogy ez még sűrűsen vissza fog jutni. Más településeken is finanszírozza. Tehát például az iskola, ami önkormányzati tulajdonban van, tehát a régi rész. Ugye úgy szól a törvény, hogy ennek a működést érdekű kiadásait mi finanszírozzuk, és a karbantartás szerű javításokat. Tehát például, hogyha ezt az iskolát nagy javításon kell átesni, akkor ezt az állomány a tornacsarnok, illetve a bővítmény esetében, nem, bővítmény esetében a nagy felújítást is mi álljuk. Hát az abjuk a kártyát. Tehát ezért van az, hogy mi van a probléma. De hagyjuk ezt, mert jó, egyszer ezt már... Van-e ezzel kapcsolatban valaki? Olyan kérdésem van, hogy ez időarányos bérleti, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk járvészmenetből is fizetetik? 12 hónapra vetített bérleti. 12 hónapra, és akkor miért nem kerekítjük 4 millió forintra? Azért, mert az előző képviselő testületi határozat megint szól, hogy tehát mi úgy nyújtottuk be, hogy a jelenlegi bérleti díj, ezért nem is terjesztettük erre, hogy legyen emelve, hogy semmi hátsó szándék nincs, ugyanaz a kérdezi díjatkozás. És ez miért kérdésem van, hogy infláció arányosan emeljük? A szerződés tervezetet, mert ugye mi már beküldtünk nekik egy szerződés tervezetet, abban benne van, sőt a másik szakértői véleményben is az van benne, hogy 2015-től indulna az infláció arányos emelés, igen. Tehát ez egy pillanat. Tehát mi ezt nem tudjuk tenni, mi szerződést tudunk kötni. Tehát ami a szerződésbe megállapodunk, csak azt tudjuk nyilván érvényesíteni. Jöttek. Van-e még valaki? Hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy a napirendhez kiküldött előterjesztést támogatja-e, hogyha igen, kérem készletes a szavazat. 8. Igen, nem. Tartózkodott. 8 igen, és egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a tárgyalt javaslatot. 5-ös napirend, iskola előtti terület felszíni vízelvezetése, tereprendezés. Ami anyag ki lett küldve, tehát lényegében többször elő lett, vagy napirendre lett már hozva az áruknak a megszüntetése. Erre készítettünk egy terveket is tavaly, Tóth Attila mérnök készítette. Ő egy monoblokkos műanyag sziklasztó rendszer tervezett be. Ugye ennek volt a összes vagy a teljes kivitelezése 40 millió forint a parkírozó átalakítása együtt, illetve ez az áramrendszernek a kiépítésére lett volna 17 millió forinttal ennek a költsége. Ugye ez azért akkor ez el lett vetve. Most találtunk olyan megoldást, amivel úgy néz ki, hogy meg tudjuk oldani. Kútgyűrűk lennének egy drénárokba letéve, ez geotextíliába, maga a drénárok is körbe tekerve, vagy meg magák a kútgyűrűk is letakarva. Egy 10-12 cm-es rés lenne köztük, ugye ott ki tudna a kavicsok közé folyni, és el tudna szivárogni. Tehát így lényegében, tehát itt látszódik a rajzon, pont a drénáló fölötti rész nem látszódik, tehát maga úgy ugye van az aszfaltút, egy sülyeztett szegély, utána a folyóka már be van építve, maga a parkírozó, ugye tömött burkattel látva, utána van egy kiemelt szegély járda, utána van lenne egy földpatka, utána egy vápa, tehát egy, ahol a víz azért el tud folyni, és a vápa belső része pedig vagy belső részétől a földet nagyon
és ott ki kell oldani, mert van, ahol 40-50 cm magasabb, mint a kettő pontot, hogyha összekötjük. Tehát mínusz 20 cm-re ki lenne oldva, és termőfölde vissza lenne oldva. És akkor ősszel meg kellene csináltatni az öntözőberendezést, meg be lehetne parkosítani. Ebben benne van az is, hogy a mostani iskola bejáró alatt áttörnék, mert most ki lesz ásva, és az öntöző csőnek, illetve a vezérlésnek a vezetékének a bélés cső, vagy a köpenycső bele lenne húzva. Míg annyira nem az anyagban, hogy a tornacsarnok előtti parkírozóról lefolyó víz, az is ebben az áramrendszerben folyik. A járdával egy vonalban ott lenne egy változó folyásmérségű csatorna, vagy fenékmérségű csatorna, és az onnan kifolyó víz az a faluház melletti árokba lenne belevezetve, az árok az profilozva lenne minimális mélyítéssel, a padra le lenne nyesve, és akkor tehát a parkírozóból, ami kifolyik víz, az is oda az árokba menne, meg ami a faluház előtti útról lefolyna, mert padra föl van hízva, az is meg az árokba folyna. Tehát ezzel a mennyiséggel tehermunkásítani lényegében az iskola előtti árokrendszernek a terhelését. Röviden ennyi. A lesőcsatornák azok is földbe lennének belevezetve, tehát nem felszíni vízelvezetéssel lenne. Én úgy gondolom, hogy a szülők nagy örömére lesz majd ez a megoldás, meg a pedagógusok, meg a gyerekek nagy örömére is, mert csúnya is volt, baleset veszélyes is volt, és én úgy gondolom, hogy képzelni varázsoljuk az iskolát és a környékét ezzel. Úgyhogy én köszönöm szépen. Mindenki, én úgy gondolom, de a polgármester is szerintem. Mert az ember azért örül, hogy megkülte a környéket. Valahogy mosolygott, hogy nem bírtuk ki. Tehát ez a rendszer olyan, hogy fél órás csapadék mindenütt el a számolva, például 35-40 mm csapadékot tud kezelni, tehát hogyha most fél óra alatt leszakad 80 mm, akkor ez a rendszer nem tudja. Tehát azt a falu sehol se tudja, egyébként egy rendszer se, akkor az egész falu síkig szok be, majd ott volt. Attól van imádtál jelentkezik itt. Némedi képviselő. Nem akarok párkán csomót keresni, de hát ez a fúgyűrű sülepítő rendszer, ez miért nem kerül be, mondjuk a parkoló alá vagy általán? Mert jön az öt felület az iskola előtt. Ez öt felület, de ez össze is. Ez össze is. De azért nem kerül oda, mert maga egy nagy eső esetén ugye elvízesedik az egész alterület. Tehát nem a kezem fúgyűrű, ez a megoldás, ez nem nagy terepírású. Tehát ezzel mondjuk egy dokkettel rá lehet menni, de mondjuk egy teherautóval nem lehet rámenni, mert akkor beszakadnak. De ott nem is fog járni teherautó, tehát ott, hogyha már teherautó jár, akkor valami nagyon nagy baj van. Ez az egyik. A másik, a parkoló alatt vagy út alatt, ez el fogna vizesedni, és állandóan süllyedések lennének. De ez teljesen a járda belső szélétől, a fal melletti parkáig ez végig fülesítve van, a várba is fülesítve. Annyi, hogy a várpában lesz egy tisztító nyillás, meg egy víznyelő, tehát hogyha a várpa, tehát hogyha olyan hirtelen jön az eső, hogy maga a föld nem tudja elnyelni a járda és az eső, vagy az épület közötti rész nem tudja elnyelni a vizet, akkor ebben a várpában belefolyik, és ott a várpából bele tud menni ez is a kutyűbe. Két ilyen 60x60-as tisztító és víznyelvű akna fog kilátszolni az egészből, semmi más ezen kívül. Tehát ott még azt hozzáteszem, hogy az egész iskola előtti járdarész az föl lesz szedve, az újra lesz rakva, ez az előző be van benne, meg a bejárat ki van alakítva egy várba, tehát pont a járdában egy vonalba, azt is ugye föl kell nekik szedni és úgy baragni, mert ott van egy süllyedés és ott megáll a víz. Tehát ebből mondom a két tisztító nyílás, két ilyen 30 ezer nyílás fog változni össze-vissza.
meg hát a fő mondom sok talajni, mert van, ahol 50 centivel magasabb a hát egy kis dombász látja mindenki, tehát azok azt ki kell szedni, és őt el kell fordulni, meghordani. De azzal próbáljuk majd egy része, ami az Öregtúri utcából, az zártokból kijön, az egy jó minőségi termőföld, tehát az is oda kerülne például. Van akinek kérdés az öreg terjesztésre? Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy a napirend teszünk küldött előterjesztést elfogadják-e, hogy egy kérdés feltartásra szavazzanak. 8 igen, nem tartózkodott, egy tartózkodással a képviselő testületre. 7-es napirendi pont, iskola, Nagy-Györgyöt Dénelő sportpálya átadására a megrendezése. A burkolat elkészült a sportpályán, még ilyen tisztogatás van, a folyókák kitisztítása, a patkarendezés, meg jövő hét pénteken lenne a pályavonalnak a fölfestése, kapubeállítás, stb. Elkészült megint a településünk egyik központi terén egy sportadásra alkalmas pálya, úgy gondolom, hogy jó minőségben készült el. Ennek lenne minden egyes átadója, ami egyrészt kötelező is az átadó megszervezése. A terv szerint egy önkormányzati kupanapot rendeznénk, tehát lényegében egy vándorkupát alapítanánk, amely minden évben a nyertesnek rá lenne gravírozva a nyertes csapatnak a neve, és akkor ehhez kapcsolódó költségek lényegében lenne egy gulyásleves főzés, a csapat játékosoknak megvendégelése, tehát úgy lenne a forgatókönyv, hogy fél tízkor kezdődne a kupa, és délután 3 órakor egyrészt a kupa átadás, másrészt pedig a ünnepélyes sportpálya átadás. Sportpálya átadásra arra meghívtam Dr. Jász István olimpiai bajnokunkat, el is fogadta a meghívást, illetve a ünnepélyes átadás után a különböző sport bemutatók lennének, Gabi légy szíves röviden, hogy kik lennének az előtt. Én Kurinyákperát kértem meg, hogy szervezem, ugye két évvel ezelőtt az iskolai sportcsapatnak tartott, mert szerintem nagyon sikerült sportnapot, és arra gondoltam, hogy a pályára nyilván olyan sportágok, amik szabad téren egy ilyen korszak sportpályán üzhetőek. Hát ő beszélt a kosárlabdaedzővel, a foci, 10 év alatt a kosárlabda, Molnár Sándor felhívta, hogy ugye ő a támfordulás fejében ígéreket ők is tartnak egy bemutatót. Elég sok résztvevő, tehát sok résztvevőre számítunk, és nem egy ilyen esetleg. Én arra kérem a iskola pedagógusait, hogy tolmácsolják a gyerekek felé ezt a megnyitót, és ne csak a gyerekek, hanem a szülők is jöjjenek ki. Mondom, akit a foci érdekel, az fél tíztől, akit ezek a többi része érdekel, és nem tudom, hogy minél többet, az pedig érdekel a tórától. Itt egy pici kiegészítés lenne. De nincsenek konkrét számok, hogy mi mennyibe kerül el, 200 ezer forintot leállítva. Nem vagyok benne biztos, hogy ez elég, azt én arra kérem képviselőtestületet, hogy ezt emeljük el 300 ezer forintra, úgy se tűnik el, hogy ha ki tudjuk kevesebbre hozni, akkor nem fogjuk elkölteni ezt a pénzt. De nagyon kellemetlen lenne, hogyha mondjuk a gyerekek egyik felének, akik szerepelnek, mondjuk tudunk egy kis üdítőt tenni a másik felének, meg azt mondjuk, hogy ennek a üdítő most már elkölt a keret. Ha kijön kevesebb, nekem ez az egy módosító javaslatom van hozzá. Még meghívjuk Páncél Károly képviselő urat is, azt, hogy parlamentinak nem lesz már parlament, akkor én jövő héten hívjuk őket, szervezem a parlament, hát lennék ezt a kérdéshez. Ma meghívjuk meg fogjuk. Ma meghívjuk meg mindjárt, ahol lesz. Akkor nem is tudom meghívni, akkor 3 órára semmi, mert akkor kezdődik a ünnepélyes átadó. Jó, meghívjuk ma képviselőt. Van-e valakinek az előterjesztésre kapcsolatban kérdése?
és utána nem ehhez tartozik, de maga a térnek a védelmében most azt majd testvérülés után elmaradt. Tehát én azt mondom, hogy bízzuk meg hogy egy picit figyeljen a térre, mert főleg eleinte sajnos most meg. Most már egyre több érték van ott, és azért a játszótér jelenekkel is rendszeresen de, van probléma. De azért volt egy nagyon-nagyon jó momentum. Sorosári óvodás gyerekekbusszal voltak kint a játszóterünkön. Tényleg? Két óvónéni, két dada, meg 35 gyerek. Kalasztiból is járunk át kisgyerekes anyukra. Csak bejárt találkozni. Sorosári óvodás direkt azért jöttek ki. Ő meg látta a nyugdíjas néni csúszkát. Halálkom meg. Szinte mi megáll a gondolat, hogy ez a dolog. És megmondom a nevét a magamra. Azt mondja, hogy a keleti polgáros hogy a vallás nem lehetne előbben tűzni, tehát már június 1-től, mert ez ugye most új, most élvezik nagyon, most mennek oda rendelkezni. És az a kutuszóban többit nem bízunk meg, akkor csak július 1-től lesz ott, és ezek már most június 1-től jól lenne. Igen, röviden nincs a pálya átadva, tehát... De nem sokára. Hát jövő péntektől. Én jövő péntektől biztos, hogy megbíznám, nem tudom, hogy olyan véleményem. Én úgy is gondoltam. Jaj, jó, azt mondod, hogy majd testületi ülésem, az meg június 27. Nem, már hogy ezt említettem, azt testületi, hogy megváltozik. Azt hittem, hogy arról újra fogunk beszélni. Azt tudom. Csak azt hittem, hogy... Csak a Balázsról beszélni. Hát meg azért a köztelt felegyelők is át vannak szervezve, tehát a... Bodózó is most már két nap délután van direkt azért, hogy ezekre az értékekre vigyázzunk. Tehát délután most minden nap van lényegében köztelőtt felügyelni. Meg azért polgárőrséget is megkérjük, hogy mikor kezdtek Krisztián Ágyúr, akkor... Hát vállaló 9-10 óra. Hát az már mondjuk, igen, jó. Meg, de az a kérdésem mindenki, hogy olyan látod elérhet, illetve az egész faluban, ami nem tudom, Marika megfelelő viselkedés, akkor bármit lépjen közben, hogyha olyan vagy felé értesítse, vagy a köztelni felügyelőt, vagy a rendőrséget, vagy a polgárőrséget, vagy a hivatalt, bárkit, jó? Előterjesztéssel kapcsolatban, tehát a módosító javaslat az, hogy 300.000 forint ezt nem menjünk föl, és ha nem szükséges, nem használjuk föl, de biztos elég legyen. Tehát akire ezzel egyetért, azt kérem készfeltartásra szavazzon. A hatodik napirend, hetedik napirend, iskola udvar igénybevétel lakodalom céljára, képviselő testületnek is beszámolni már, illetve hallomásból a híreket azért gondolom, hogy mindenki ismeri. Ebben az évben összesen 3-5 sátros rendezvény volt tervezve a Betyárnál lakodalom, de a tavalyi lakodalom során lakossági panasz bejelentés érkezett. Most az idén 3 lakodalomra, 3 májusi lakodalomra érzőasszony kiadta, mint hatóság az engedélyt, de közben végeztek méréseket, és a mérési eredmények azt mutatták, hogy nem tudja tartani a betyár azt a törvényben előírt szintet, ami nem lenne zavaró. Lényegében én nekem az a kérdés, egy lakodalomat azt elvittek közbe a Hartyába, hogy Mészáros Zoliéknak lenne most a lakodalom, nem jönnek el, hanem a lányának, az Erinának, meg a Tüske Tamásnak. Itt nagyon sokszor elhangzott az, hogy az Obbát, ezt németünk építettük. Én azt mondom, hogy egy engedélyt eladjuk, vagy nem engedélyt, hanem járuljunk hozzá, hogy ott lakodalmat tartsanak. Utána le tudjuk vonni a konzekvenciát, a magyar szóval akartam mondani, következtetést, így van, és utána tudunk úgy dönteni, hogy igenis ez a terület, ez az építmény alkalmas arra, és alsó, vagy nem alkalmas természetesen, és alsó Némedinek, az önkormányzatnak is, és a falunak is érdeke az, hogy ezek a lakodalmak itt helyben legyenek megtartva. Én úgy gondolom, hogy ha ebbe a koncertre az egész Aulács Kolocsarnokot ki tudjuk adni, vagy meg tudjuk rendezni más egyéb koncertekre, és azért azt azért osztam, mert ugye az idén az lesz,
de mondjuk haraszti, most már haraszti nem tagsony, kézilabda csapatának ki tudjuk adni, akkor alsó-némedi lakosok lakodalmára, ahol 99%-ban alsó-némedi lakosok vesznek részt, akkor tudja kötelességünk kiadni. Természetesen bérleti díj ellenében, Danikával én ezt beszéltem a nagygyárossal, tehát lényegében a sátor bérleti díjnak megfelelő összeget fizetnek érte, ami a mi költségünket biztosan fedezi, tehát 230-40 000 forintos szárfáról van szó. Természetesen azért itt a Tamásnak is komoly munkái vannak, mert ugye először ki kell takarítani, ugye pénteken meg kell készíteni az autót, akkor ugye megvan a lakodalom, utána ki kell takarítani, díszítéseket összetni, stb. Őrizni kell, tehát úgy lesz, hogy két őr, aki meggátolja azt, vagy nem meggátolja, nem is tudod, vagy ez rossz szó, hanem felügyeli azt, hogy mondjuk azért a gyerekek is ne szaladozzák egyik az egész intézményt, hanem ez az adulára koncentrálódjon, illetve a vizetfogókra koncentrálódjon ez a jelenlét. Röviden még ennyit, hogyha van valakinek kérdése, javaslata, hozzászólása, én rámadom az elképzelést. Többnek képviselő asszony, utána érvény vagyok. Néhány kérdésem lenne. Tessék. Először is látom, hogy óvadék összegét is jelentek meg az előterjesztésben. Ez körülbelül milyen összegben? 100 000 forint. Most őrt említett polgármester úr, ezt az őrt, biztonsági őrt ki fizeti? Ezt mi fizetjük ebből? Ugye, Tamás? Aki? Bocsánat, tehát itt két dolog van. Általában aki majd ki fogja bérelni, az a saját kocsijának egy evekvédelme, ez nem erről szól. Én nekem az a dolgom, hogy tőlük védjen meg bármilyen kulcsán, amíg az egész épület együttek. Ez azért szükséges, mert aki tudja, nem tudom, hogy mindenki tudja, se a sportcsarnokot, se az iskolát fizikailag, tehát lezárni nem tudom, mert a menekülő hajtó miatt a tűzt terek miatt ez nem lehetséges. Ezért kell két őr, meg a gondok személye, aki ezügyben otthon, hát reggel 6-ig vagy akár. Ne legyen bejárva az egész iskola. Ez erről szól ez a történet. Nem, hát nem az ő értékeiket, hanem az iskolát felügyelnék. Meg bocsánat, még annyit, hogy ez egy háromnapos történet, hogyha belegondoltok. Tehát az van, hogy már pénteken ugye díszítenek, meg előkészítenek. Gyakorlatilag szombaton már reggeltől ott vannak, akik a vendéglátó előkészítést csinálják, és ők is vasárnap. Ez gondolom egy lakodalom azért 6-nál, 7-nél, vagy akárhánynál előbb nem szokott vége lenni, tehát ez három nap. És akkor még egy gondolat, csak azért aggályoskodom, mert ugye 31-e az a szombati nap, és elsőjén gondolom hétfőn pedig már a hétfő lesz. Tehát igen, gyorsan kell rendet rakni, illetve valószínűleg vasárnap már néhány kolléga be is szeret oda menni, hiszen a hétfői évnyitóra a dekorációt meg kell nekik csinálni. Nem fogja akadályozni. Köszönöm. Én képviselő úr. Végül is a Tamás most az előbb egy mondattal válaszolt. Tehát én azt akartam megkérdezni, hogy a belső udvar az nyitva lesz-e? Én szerintem de akkor nem, mert ebből azért féltem volna, így teljesen elfogadható. Akkor határozottan mondom, hogy nem lesz nyitva a belső udvar. Kívülről lesz ugye egy dohányzóhely, de ezt meg van beszélve, hogy hoznak a mutátót, össze is takarítják, tehát nem lesz ott, meg kívülre tennének pici kis rendezvény sátort, ahol ők, tehát a betyárna ugye nyilván nem ott főz, ahogy tehát oda föl tudnák készíteni az ételt meg az italt. Még egy kérdés eszembe jutott. Köszönöm. Hány fős lakodalom lesz? 250 most. Némely képviselő. Egy olyan kérdésem lenne, hogy... Most plusz-minusz 10, de... Igen, 300 alatt. 300 és 300 között. Igen. Tehát most is tulajdonképpen a szünidő utolsó hétvégén elsikert. És ha most csinálnánk lakzit, mikor tanítási idő van, meg tudnánk ezt valósítani? Meg kell valósítani. Most én azt tudom mondani, hogy amit nem volt tornacsarnoknak, akkor is a gyerekek meg tudták ezt oldani. Másoló, hogy akkor egy picit szűkítve lesz, mert akkor nem pénteken reggel adjuk át, hanem pénteken délbe adjuk át, tanítás után,
biztos, hogy meg fogják oldani. A második kérdésem pedig az, hogy hosszú távon meg nem megoldható az, hogy mondjuk a konyha főzött? Ebben most még nem akarok belemenni, mert itt a konyhában mindjárt lesz, és egy napi rend, ami volt egy konfliktus, tehát ahhoz hatósági engedélyek is teljesen mások ellenek, akkor az iskolán át kellene szállítani az ételt, tehát nem biztos, hogy ebben nekünk bele kell fogni, lehet, hogy később. És akkor ott lenne a polgári esküvő is az apátokkal? Ezt nem tudom, ezt ők döntsék. Hát mert azért itt a vonulás alsó-némedi hagyományának megfelelően, tehát lehet, hogy ugyanúgy lenne, hogy először itt a polgármesteri hivatalba, utána ugye át a református templomba, és úgy vissza, ezt nem tudom, fölajánlani. Tehát lehetőség megvan rá, mert ki van jelölve esküvő céljára az intézmény. Józan képviselő. Csak egy gondolat, hogy tehát a Tamás mondta, hogy két embert fog a DABI vagy Kft. Biztonsági szolgáltatni. Plusz a gondolat. Én arra gondoltam, hogy délutántól, vagy inkább estédő vacsora utántól lehet, hogy meg kellene a házigazdát is kérni, hogy még két emberre segítsen be. Ugyanis napközben, amikor az ebéd van, meg jön a vendégsereg, ebédet, kikérésed az amazott, azért nincs akkora mozgás. De azért éjszakai tudom azt, amikor gyerekek belendülnek, és beszéltünk is előbb polgármesterről, hogy a németi gyerekek hazai pályán azért úgy jobban nézik magukat, meg jobban föl vannak szabadulva, hogy azért ők csatangolnak, ugrálnak, rohangálnak, lehet, hogy egy-két emberrel, ha megerősíteni ezt a házigazdag, azt... De én szerintem mindig van náluk biztonsági őr, mert most is volt arra a dolgokról, hogy semmi fölveszünk a megállapodásra, hogy este vacsora utántól, tehát olyan 9-10 óra, mert elmondják, hogy után beindul az élet, hogy két ember erősítsék meg a biztonságos szolgáltat, ha nem is reggel 6 óráig, de 3-4-ig, amikor gyerekek mire kibúrnak ámbára, múltkor mindenki is reggel 6 óráig bírták a forgatságba, úgyhogy pluszban két emberre, hogy azért vigyázzunk az életet. Nyilván akárki nem, mert nem arról van szó, hogy meg akarom veretni az egész lakodalmas népséget, hanem az itt bizonyos kultúrával rendelkezik el annak, hogy rögjezik. Esetleg annyit, hogy egy decibel mérésben nem gondolkozik edző, azt mondja, hogy ha hosszú távra gondolkodunk, de partodom. Van saját, Sanyi, van saját, nem hiteles, de jó működő mérőt, le fogjuk tenni természetesen. Hát, Sanyi, azért is le kell mérni, meg később évben dönteni kell, hogy ez rendszeres lehet, vagy nem lehet. Hogyha most olyan zajterhelés fog kijönni, hogy nem lehet, akkor az segít. Tehát mindenféleképp fogunk mérni. De az ott vannak a szomszédok is, tehát egyébként rájuk is tekintettel, hogy az ők is pihennének, járkálás lesz, autóhang jó, tehát mégis beszorul azért mentre az épületbe, bízunk benne a hang, meg a jó élet, tehát a szórakozásnak a... Sanyi, hát úgy tudjuk előterjeszteni és utána, hogy most továbbiakban legyen, vagy ne, hogy ez is benne lesz. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy támogatják-e az iskolaulai igénybevételét lakodalom céljára, most imád mi adott el egy alkalommal, hogy igen, kérem készfeltartásra szavazzanak. Ja, tehát bocsánat, a bérleti díj 230 ezer forint, óvadék 100 ezer forint. Akkor elnézést, ki lehet kivonhatod valaki? Plusz áfa. Hát a bérleti díjnél plusz áfa természetesen, az óvadék nem nincs. Tehát akkor még egyszer felteszem a szavazásra, hogy aki támogatja a határozott javaslatot, 230 ezer forint plusz áfa bérleti díj és 100 ezer forint óvadékban, azt kérem készfeltartásra szavazzon. 9 igen. Kérdezem a pedagógusokat, hogy mennek el, mert akkor a konyhát előre veszünk. Nem megyünk. Örülök neki. Következő napirend, főút 56 bérbeadása. Jelentkezett egy megyesegyházi végéscsavi díny, és a nagyjégi most a képviselő azt mondta, és hogy reméli, hogy nem kell felakulni, és minket a jég, és nem fog visszalépni. 3 hónapra szeretné kivenni. 3,5 hónapra jegyzősz, tiéd a szó. Hát megkeresett írásban minket ez az volt, hogy ő szeretné határozott időre bérbe venni, küldtem neki egy mutatványt, elküldte a pályázatot. Én is azzal a megoldással értenék egyet, hogy itt az órákat ne kelljen átvédni, mert hogy ebből annyi probléma van ezeknél a rövid távú bérnél. Nyárban nincs fűtés,
A dinnyésnél, ha nagy a forgalom, akkor nem feltételezem, hogy ő még hűteni is tudja a dinnyét közben. Tehát én azt gondolom, hogy a rezsi az pár ezer forintot tesz ki. Ennek fényében kellene a bérleti díjat megállapítani. Ugye a korábbi zöldségesnek 70 ezer forint is ráfogott el egy bukott, tehát itt egy határozott időről lenne szó, amit önkéntesen ajánlott fel a pályázó, hogy ő ezt, amennyiben nem kapja a bérletet, előre kifizeti. Én azt gondolom, hogy ezen csak nyerhet. Én hiszen a lépésbéhali bérleti díjat befizet, függetlenül attól, hogy ő neki ez a buli, hogy jön össze. Tehát én mindenféleképpen támogatom. Kérdezem a képviselőket, hogy a terjesztésre kapcsolatban, így ott a napirendre kapcsolatban van-e kérdésük? Gondolat, hogy tehát láttam a nagyon, bocsánat, hogy ők is termelők, hogy ezt a dinnyét, ezt ők állítják, tehát ők termelik, vagy termel, tehát a őstermelő gondolat az úgy a fejemben, úgy Van-e valakinek még bérleti díj megfelelője, az ő ajánlotta meg ezt az összeget? Itt is kimondtam. Így van. Azért ez nem így érteszem. Tessék? Persze. Még egyszer kérdezem, hogy a megajánlott összeg ez megfelelő, akkor 60 ezer forintot a kizomkodott részben beírva. Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot a főügyekben hadszáma a tűzözlésség bérletére, hogy igen, kérem készfeltartásra szavazzon a 9 igen szavazott a képviselőket elfogadta. 9-es Szentkereszt felmagasztalásra a Prémiánhelyek Alapítvány támogatási szerződés módosítása, 2011-es jutalmamat ugye nem vettem föl, hanem ennek a járulékos költségét átutaltuk a Szentkereszt Alapítványnak, azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a Prémiánia, illetve a kápolnák, bocsánat, újjáépítésére lehet felhasználni, hogy az engedélyes terveket elkészítették, de ide nem tudták minket felhasználni, ez a pénz megvan a számlánkon. Az a kérés, hogy a feladatot, vagy az elszámolási időt nyújtsuk meg, mert jövőre elvileg indul az építkezés, és akkor föl fogják használni, sőt, még meg is fognak majd bennünket keresni egy kis igen, tehát lehet, hogy egy tudományos kölcsön, de ez már nagyobb őszenei. Én kérem azt, hogy támogassa az előterjesztést a képviselő. Köszönjük, képviselő asszony. Nem vagy lakocsak. Nem, mert kérem, csak mi reggel sötét volt, így megint a csóknak. Némedi képviselő úr. Nem, én támogasztom, és akkor valamán. Van egy kérdés, ha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy támogatják az előterjesztést, hogy egyébként a kiszolgatást szavazzanak. 9 igen, a képviselőket támogatta. 10-es napirend. Egy nagyon picit kellemetlen helyzetbe kerültem, illetve kerültünk, nem csak én, hanem a élelmezés vezető is. Pedagógus nap, jövő hét péntek, és én úgy gondoltam, hogy a meglepetés pedagógusok fizetett tessékre fogni, hogy pedagógus napra egy surtestállal megvendégeljük a pedagógusokat. És mivel önkormányzati komitánkban, önkormányzati fenntartásban, én úgy gondoltam, hogy ezt a konyhát fogja készíteni, és a Mágnéval volt egy elég parázs vitánk, mert ő azt mondta, hogy ezt ő így nem hajlandó megcsinálni, illetve olyan feltételeket szabott, ami én számomra, mint önkormányzati vezető, ez nem volt megfelelő. Én úgy gondolom, hogy ezt testületi szinten kell rendezni, és a képviselő testület igenis mondja ki azt, hogy a konyhánknak az önkormányzati
konyhát, az önkormányzati rendezvényekre a vendéglátásnak a biztosítása. Természetesen ez külön forrás alapján, tehát nem arról van szó, hogy most a gyerekektől elszedjük a normatív, nem is tudjuk elszedni, hogy ez külön sorra kerül ennek az elszámolása, de én számomra felháborító az, hogy mondjuk pedagógus tartalmatjából rendelünk, amikor van konyhánk itt. Nagyon sok kitétel szabva, hogy akkor fizessük ki a bérüket. Én úgy gondolom, hogy a törvényekben szerint őket le tudnak csúsztatni. 6 hétig áll a konyha, tehát ezt meg kell oldani. Ez, egy kicsit ez úgy volt kezelve, hogy a konyha az nem az önkormányzaté, hanem élelmezés vezetői és teljes mértékben ő rendelkezik vele, hozzátéve azt, hogy nagyon rendben a konyhában. Tehát én megértem az ő aggodalmát, és meg azt mondta, hogy attól fél, hogy majd egy rendszer lesz csinálva, meg akkor majd ez jön, az jön. Én úgy gondolom, hogy ebből nincs rendszer csinálva, vagy nem lesz, csak önkormányzati rendezvényekről van szó jelen pillanatban, de ennek a teljes elszámolását ezt meg kell bonyolítani. Tehát az önkormányzat lesz egy belső megrendelő, ő ugyanúgy a nyersanyagot kiadásolja, és átadja lényegében a vendégkészletésként az önkormányzatnak, és egy felső számán lesz bárki, de vízfoglal nélkül itt van. Tehát ez bárki számára egyértelművé válik, hogy mennyire terve használva. Ezt már a pénzügyi vezetőt is egyeztető, hogy meg is beszéltem a Mánikával, hogy hétfőjön be egyeztetni, és akkor ennek a technikáját végig beszéljük, természetesen, hogy semmi élet nem kérünk a konyától, ami szabálytalan lenne, de azért túl se szeretném bonyolítani, mert azért azt, hogy itt a saját konyhának rezsiköltséges, áfás ebéddíjat fizessünk, azért azt gondolom, hogy azért ennyire már ne akarulni köztetek egy szemhíványnek, van más... Hát ez pont olyan lenne, hogyha otthon az első azt mondta a családjának, hogy jó lehet vacsorázni, de tessék a vita szám, és tessék először kifizetni. Ez azért nem így működik. Sőt, hát törzsök ott volt vasárnap, kisnémedi falunkokon, a Masmert tánccsoport egy részével, meg a magi tanítók, meg egy-két szülő, és hogy indult az egész. Szálljatok ki, tegyétek be a cuccot, és gyertek el, idejetek meg. Vendégek voltak látva, tehát itt meg. Én mondjuk a tavalyi évben az volt az első, amikor ez, de akkor még az iskolához tartozott a konyha, amikor pedagógusnak van a halászlét, műanyag tárgyába kellett tenni. Ökoiskolában. Igen. Ez azért így nem nem arról van szó, hogy ez bármilyen célra föl legyen használva, kizárólag önkormányzati rendezvényekhez, és követhető formában lebizonyítólva, hogy mire lett felhasználva és mennyire lett felhasználva. De azért itt lesz majd a szeptemberi falunapok, például jönnek olyan vendégek, akik idő lenne megvendégelni, vagy olyan csoportok, többek között itt a nagyajtai csoport is. Én magam fölháborítóim számít az, hogy önkormányzati üzemeltetésű tulajdonú konyha, és azt mondjuk, hogy ebben nem lehet főzni, de nem lehet főzni, meg van erre a törvényes lehetőség is, csak a törvényes lehetőségek keretei között, tehát hozzáteszem ezt is. Ezzel kapcsolatban van, hogy nem kérdünk semmit. Akkor valószínűleg a főzés külön. Most egyelőre biztos, hogy külön, nincs is erről szó. Nem tudom azt sem, hogy ennek, mondom, a törvények modellei hogyan lehet megteremteni, de rezsültát, hogyha azt mondod, hogy későbbiekben, illetve először mindenféleképp várjuk meg alakzik, hogy lehet ott rendezni. Későbbiekben, tehát azt is meg lehet vizsgálni, hogy fennállhat-e ez a lehetőség. De ezzel még nem zárkozok el, de most jelent pillanatban kizárólag egy problémát. Az már azért egy más. Most tudom. Működik, mert Dabason én voltam, nem tudom, egy iskolában, ahol az volt az életében. Persze. Panaszt nincs a kultúrbözők is tanulnak. Oda is az iskola mondja. Tehát ahhoz kell az iskolán, vagy nem az iskola, bocsánat, a konyhának a működési szabályzatát módosítani, meg nekünk is, mert most jelen pillanatban nekünk a konyha alapítókirata, hogy mivel szemben ugye ez nincs benne, tehát ezeket is először módosítani kellene. Tehát most ezt belevesszük akkor, hogy
Tehát a szövetségi rendezvényekre való betéglátás biztosítása. Van-e valakinek kérdése? Csak egy én szerintem, hogy a konyha mondjuk tanítási napokon működik. Tehát, hogyha azt is benne kellene érni, hogy a hétvégére egy önkormányzati rendezvényben ez a fagú napok, amikor nincs tanítás, hogy... De a munkáltató el tudja rendelni a munkáltatást. Tehát ez a munkatörvénykönyvben le van írva. Hát bárki, én is, bármelyik önkormányzati dolgozó berendelhető szabályos munkaszüneti napok munkavégzésre, ennek megvan a törvényben leírt következménye. Tehát én nem gondolom, hogy ezt ennyire külön kéne kezelni, más is túlórázik, más is helyettes előttünk. És megvan ennek az elszámolási módja, tehát hogy lehet lecsúsztatni, és hogy de én azt gondolom, hogy mondjuk ez a pedagógus napi 60 sírkocon már elnézést ennyi közással nem gondolom, hogy ez egy tisztős konyha, hanem most akkora egetre rengető problémát okoz, hogy ennyi év után mondjuk ez nem kérde. De jó, hát csúsztassa le, valamint 6 hétig áll a konyha eleve. Egy időszakban, amikor az iskolára már nem főz, akkor egy csökkentett, ugye az óda idén számra főz. Tehát ezeket, ha meg nem fér bele, akkor vagy ki lesz fizetve, de ez a törvény szabályozza, hogy ezt hogy kell elszámolni. Azt szeretném kérdezni, ha most a képviselőtestület elfogadja ezt a határozati javaslatot, akkor már a pénteki pedagógus napra ők főznek. Levezetni ezt az egészet egyértelmű munkaköri leírásokkal, szervezeti működési szabályzatba és egyértelmű, hogy kinek mi a dolga. Mert én csak azt veszem észre, és meg úgy tudom, hogy jó volt. A konyhásokat semmiféle anyagi veszteség nem érje ebbe a történetből, most kötelezővé teszik, hogy ott időként. És annyi törvény szabályozza, hogy a túlmunkát hogyan kell elszámolni. És az el lesz számolva. Most, hogyha azt mondom, Sanyi, hogy a konyhásosnak az önkormányzat kötelezett bennünket közben. Ingyen, mert nem ingyen. Hogy a konyhások is meg fogják kapni, mert be van tervezve a jutalom például. Tehát ez nem olyan nagy kérdés, hogy úgy gondolom. Meg hát ez nem úgy fog működni, hogy minden héten most szombatra, vasárnapra be vannak rendelve. De még hogyha úgy lenne, azt is meg lehet oldani, nyilvánvaló párbeszédben. Tehát itt nem az a cél, hogy azért most fölülüljük. Szerintem olyanról beszélünk, ami máshol már 20-30 éve így működik, tehát... Szóval úgy erről beszélni kell. Tehát ez azért nem arról szól, hogy az valaki nem volt. Jó, én szerintem a vitát az zárjuk is, mert ez már beszélgetési téma. Tehát aki a 10-es napi rendezvényt küldött határozati javaslattal egyetért, az kérem készfeltartásra szavazza. 9, igen, szavazattal a képviselőtestület elfogadta a javaslatot. Képviselőtestületi ülést ezen nem bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Én tudom, akkor azt nekem.